Tiszteletű plébános úr, hölgyeim és uraim, kedves szankiak! Nagy öröm számomra, hogy advent első vasárnapján együtt lehetünk önökkel közösen, Isten ege alatt, és reménykedhetünk. Valami olyanban, ami mindannyiunk számára fontos. Akik itt vannak, tudjuk azt, hogy ők jelenlétükkel igazolják, számukra fontos a település közösségének élménye, a karácsony várása, Jézus születésére gondolván, és arra megváltásra, amelyet hordozhat számunkra. Nagy öröm számomra, hogy azt gondolom 8. esztendeje találkozhatunk a település adventi ünnepségén, és mindig-mindig a katolikus egyházzal, a református egyházzal és a baptista gyülekezettel közösen, valamint a 4. vasárnap az önkormányzat dolgozóival közösen egy picit hangolódhatunk, ráhangolódhatunk adventre, karácsonyra, és egy picit talán a lelki békénkre, magunkba. Fontos számunkra, hogy az a közösség, amely itt a Földön létezik, lelki közösségek, amelyek a településünkön vannak, ne csak a saját maguk területén, hanem egy picit kilépve onnan, itt az advent ünnepség keretében is, megmutassák és megörvendeztessék önöket, minket, valamennyiünket, elgondolkoztassanak és a szívünkbe, lelkünkbe új gondolatokat hozzanak. Éppen ezért fontos és kiemelten fontos, hogy a Katolikus Egyház mai adventi műsora Feri Romulus Gyula tévános úrral és Sági Máriával közösen úgy gondolom, hogy lelket, szívet és szellemet megörvendeztető lehet, és azok a fények, amelyek most még csak pislákolnak, hiszen advent első vasárnapját köszöntjük, egyre inkább fényesebben ott lesznek majd a lelkünkben. Ehhez kérem Isten áldását, és kérem plébános urat, jöjjön és szolgálja meg a köszönet. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit, akik eljöttek a mai első adventi vasárnap alkalmára, és mivel az első adventi vasárnapot ünnepeljük, nálunk a katolikus templomban éppen lelki gyakorlat volt, amit a kedves szatmári Szabó Attila plébános úr tartott, úgyhogy egy kicsit változott a menetrend olyan szempontból, hogy arra gondoltam, hogy a kedves itt levő testvérek hallgassák meg az ő gondolatait is adventről, és azután pedig én meg fogom áldani a koszorút. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a kedves szanki lakosságot. Advent van. Várakozás, várakozunk Jézus Krisztus eljövetelére, a nagy szeretet ünnepére, családok ünnepére. 4 hét van még addig, és minden héten egy újabb lámpás fog felvillanni. Most a hitnek a fénye, utána a reménynek, az örvendezésnek és a szeretetnek. Az ember, ha készül valamire, akkor fontos az, hogy célja legyen. Ha várunk egy vendéget, akkor az a célunk, hogy kiszolgáljuk, hogy asztalt terítsünk neki, készülünk. Ha váratlanul ér bennünket egy vendég érkezése, akkor rosszul esik nekünk, hogy nem tudtunk felkészülni az ő fogadására. És Jézus Krisztusnak a fogadására úgy kell készülnünk, hogy elcsendesedünk, picit bűnbánatot tartunk, átgondoljuk az életünket, mi az, amit eddig jól tettünk, mi az, amit nem, mi az, amin kell változtatnunk.
tehát ez az időszak egy picit a lemondásnak az időszaka is. Miről mondjunk le? Sok mindenről le lehet. De egyről nem, a szeretetről. A szeretetet Istentől kaptuk, nem magunk teremtettük magunknak, kötelességünk, hogy továbbadjuk embertársainknak, rokonainknak, barátainknak, szomszédunknak, sőt még Isten azt is elvárja tőlünk, hogy beválogassuk, hogy kiknek adunk, mindenkinek, a rászorulóknak, akiknek nem megy jól. Ha nem tudunk anyagilag segíteni, egy jó szó, egy odafordulás, egy segítség, nagyon sok mindent megoldhat, és szebbé teheti annak az illetőnek is a karácsonyát, akinek amúgy nem olyan könnyű a helyzete. Adja meg a jó Isten mindannyiunknak, hogy valóban így készüljünk erre a szép ünnepünkre, a szeretet ünnepére. Amen. Dicsértessék be Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Ura mi segítségünk, aki a reget és a földet alkotta. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és ami kiáltásunk jusson elég. Könyörögjünk. Istenünk, ebben az évben is megadod nekünk az adventi örömöt, hogy reményben és bizalommal várjuk fiadat, ami üdvözítőnket. Kérünk, áld meg ezt a koszorút, hogy a remény jeleként az örök életre és a szentek közösségére figyelmeztessen minket, hogy az adventi napok során növekedjünk a te kegyelmedben, Krisztus a mirunk által. Amen. Hogy előttünk csupán 4 hétig maradtok. Tudjátok-e, hogy az ember miért is állít szimbólumokat? Fogadjátok-e alázattal, hogy elszáradtok, ki is dobnak? 4 hétig tart csak az a korszak, amíg 4 gyertyát tartogattok. A 4. égő gyertya jelenti pusztulásotok, halálatok. Adventi koszorúk, ne busuljatok! Ne sajnáljátok unatosságotok! Csak hirdessétek, amiért születtetek, advent után karácsony, ne vágyatok hiába emberek. Advent a reménység, a várakozás, a jövendőlések, az ígéretek időszaka. Noha nem a karácsony a kereszténység legnagyobb ünnepe, hisz a húsvét. Megelőzik, mégis sokan ezt érzik szívükhöz közelebb, családiasabbnak, bensőségesebbnek. Megfelelő elsősorban lelki készület hiány, elsikkad a lényeg, olcsó eszem iszommal alacsonyodik az ima. Pedig az Úr jövet időnek éppen az lenne a feladata, hogy testileg, lelkileg felkészítsen bennünket a karácsony misztériumára. Advent megünneplése azt jelenti,
Újból átéljük az Isten eljövetele utáni vágyódást és a megtérést, amely előkészíti az Úr érkezését. Sok év ezredet keltő láj zene, a lelkeken át ringatózva árad, s dallama már az öröm éneke. Fent homályból kibomló tiszta tenger, vércsipkés fák alatt térdel a csend. A halk szélben fenyők illata lebben, s pusztában kiáltó hangja zeng. A szeretet jön mérhetetlen évek messzességéből, a világban lép. Redőtlen úton közeleg az élet, s zengő sugárral meghasad az ég. Jézushoz készülődöm minden egyes nap, mert hiszem, hogy minden egyes nap egész advent is készület az Istennel való találkozás. De nem csak várom Jézus, én is sietek elébe, mert az igazi várakozás elképzelhetetlen készülődés nélkül. Aki csak azt lesi, folyton arra vár, hogy jöjjön már valami jó, de önmaga semmit sem tesz a jóért, annak várakozása csupán időpocsékolás, hisz nyomtalanul fog eltűnni a pillanat, melyben Jézus társához szegődhetett volna. Elébe menni annak, aki jön hozzám. Ez a legszebb és legizgalmasabb feladatunk. Akit nagyon szeretünk és nagyon várunk, annak elébe megyünk. Ölvér új kívül jön halmon, Isten, Atyám a Krisztusban, mert sohasem hagytad a reménytelenség éjszakájában az emberi nemzetséget. Szabadító gondolatokból körtél feléje egy-egy fénysugár, hogy reménység szülessék a szívében. Szent fiad jövetelét profétáiddal hirdettetted, hogy követeket körtél orcája előtt, és készítetted a lelkeket karácsonyi örömhírre. Jó vagy és irgalmas vagy én hozzám is, kegyelmes édes atyám, hogy az én életem is készíted, formálod, hogy az én számomra is megadtad a reménység látomását. Én is megpillanthatok valamit a te dicsőségedből, megérezhetek egy sugarat a te jóságodból. Hozzám viszál a te hívogatásod. Advent. Elég volt már a gyötrelem,
elég volt már a sötétből. Napfényre vágyunk mi már a gond fekete erdejéből. Növeld mi bennünk, mi isteni, s öld ki, ami bennünk állati, hiszen a dühös túlságba már mindenünk belefáradt. Szülesd meg bennünk tisztaság, szülesd meg bennünk béke, s tedd kezedet a világ lázas ütőerére. Szülesd meg bennünk szeretet, a legszebb lelki virtus, a szívünk szomorú, beteg, teremtsd meg bennünk új életet, szülesd meg bennünk Jézus. Hozzá remelem, szóval Istenem, igen vár a lelkem, hogy oltalmat nyerjen, jöjj el édes üdvözítőnk, mutasd be magad, messze vagyok én te tőled, atyám. Ó, messze van az életem a karácsonyi örömtől. Árnyékok, aggódások vesznek körül. Sok hervat reménység, téli útján haladok tovább. Nyugtalanul és aggódva nézek a holnapok útjaira. Könyördök hozzád, indítsd el engem is a karácsonyi örömök felé. Mindenek fölött a bizonságot küld a szívembe, hogy ezt a boldog hírt az én számomra is küldötted. Szól is nevemem, add, hogy lerázzam magamról a tehetenség és a közöny bilincseit. Éreztesd meg, hogy lehet az életem sokkal örvendezőbb és sokkal boldogabb. Ez a kevés kicsim öröm, ma csak egy harmadcsepp, amelynek holnap a tengerével vesz körül engem. Mert az emberek csak lévegekre, a te égi fényed, nem felmérni őket, jöjj el édes üdvözítőnk, áldás dicséret, nélkül a kötelesség elkedvetlenít. Szeretet nélkül a felelősség kíméletlenné tesz. Szeretet nélkül az igazságosság keményé tesz. Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz. Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz. Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz. Szeretet nélkül a becsületesség kevéjé tesz. Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz. Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz. Szeretet nélkül az élet értelmetlen. Ám szeretetben élni boldogság és öröm. Nem magamban bizakodjak, amikor feléd indulok, hanem lássam meg a te hatalmas segítségedet. Akit elhívsz, azt magad viszed, akit kiválasztasz, azt erősen tartod. Akik előtt reménységet gyújtasz, azokat nem engeded eltévedni. Ó, üdvösségem, Uram, áld meg ezeket a csendes adventi estéket, és vigyél ezeken át is közelebb magadhoz, és vagy a te szent fiatod. Az Úr, aki gyermekként jött el, egykor szegénységben és a lázadásságban, egykor majd bíróként jön el újra hatalommal és dicsőséggel.
láttára üdvös félelem fogál bennünket, mert félve és remegve, de Isten iránti bizalommal eltelve kell munkálnunk üdvösségünket. Ezért bizalommal emeljük hozzá lelkünket. Üljön el! Azoké lesz, akik a helyes úton járnak, akik Isten és ember keresve várnak. Azoké, akik még hűséggel bíznak a jóban, akik még megnyitják fülüket az Isten szóra. Annak szavára, akit várunk és jön, akit együtt imádunk égben és földön. Ő jön el és szabadít meg minket, újjongással tölt meg üres szívünket. Itt van már, jön már, lassan megérkezik. Dicsőség és hála mindörökké neki. Jöjjel, Emmanuel, csak téged áhít Izrael, és hozzád sohajtuntalan, mert Isten hiány hontalan. Köszönjük Sági Mária hitoktatónak és a katolikus egyház tagjainak ezt a szép ünnepi műsorát. Most pedig szeretnénk kihirdetni a pogácsasütő verseny eredményét. Szeretném a zsűritagokat felkérni, hogy fáradjanak ide. Vince Jánosnét, Vicné Marikát és Nagy Klárát. És kérem, mondják el, hogy milyen eredmény született. Köszönjük szépen az igazán finom és látványos sorsüteményeket. Nagyon ügyes háziasszonyok munkáját kóstolhattuk. Van köztük sajtos, túrós, tepertős, virslis. Igazán nagyon finomak voltak. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, de végül is ezért egyhangulag elvetettük. A harmadik helyezett a csillagfogi jeligéjű háziasszony. Thank you.
második fejezet lett. A boltkorcsolya. Boltkorcsolya. És az első helyezett az angyali pogácsa házi asszonya. Vagy házi embere. Te vagy az, mert te nagyon ügyes volt. Nagyon szépen köszönjük a sok finom pogácsát. Ezt a hagyományt ugye még folytatjuk jövő héten is. Akinek van kedve, az szeretném felkérni arra, hogy almás sütivel örvendeztessen meg minket jövő vasárnap. Ugyanígy találkozunk, a baptista gyülekezet tagjai fognak műsort adni nekünk, viszont a szokásos időpontban 17 órakor várjuk itt önöket. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelték jelenlétükkel az adventi gyertyagyújtás műsorunkat, és jó szívvel kívánom mindenkinek, hogy fogyasszon a pogácsákból, a forradborból és a teából, valamint a gyerekeknek, hogy élvezzék ki, hogy a Mikulás ellátogatott hozzánk, és finom szaloncukrokat osztogat nekik. Köszönjük a Mikulásnak, hogy idén is eljött hozzánk. További szép estét kívánok mindenkinek! Thank you.